Több mint 300 nő vett részt az idei évben a négynapos ingyenes méhnyakrák szűrésen Tolnán. Dr. Tóth János szülésznőgyógyász szerint ez hatalmas előrelépés az előző évekhez képest, csak nem négyszer többen mentek el a vizsgálatra, mint tavaly. Tolnán tartjuk most a éves rákszűrést, minden évben kijövünk ide. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, már 10-12 éve tart, amit én végzek el, a Balassa János Kórház szervezésében. Nagy szerencsénkre az INTS az utóbbi évben segít ebben, és olyan emberek is eljuthatnak ide, akik eddig nem jöttek önként, mert kapnak olyan behívót, ami figyelmeztet őket, hogy már 3 éve nem voltak méhnyakrák szűrésen, és ott ennek az előnyeit ecsetelve jó példát mutatva eljönnek, és akkor így átesetnek ezen a szűrővizsgálaton. Nagyon örülünk ennek, mert igen szép, népes volt a napjaink, elég fárasztóak is, de örülünk neki, mert 70-80-an jelentek meg itt Tolnán minden nap, már 2 hete jövünk, ma az utolsó nap, és ma is be vannak regisztrálva legalább 75-en. A járványnak annyi előnye van, hogy be kell tartanunk és be is tartjuk a járványi előírásokat, így aztán 5 percenként vannak a betegek berendelve, nem kell nekik várniuk, és nagyon kényelmes, így nem kell beutazni, itt helyben mindenkit le tudunk szűrni, azokat is, akik esetleg óckodtak ettől, de a behívó hatására aztán eljöttek, és itt megkapták az ellátást. Nyilván nagyobb igény lenne rá, mert 1500 meghívó mentem ki, azok közé, akik mondjuk régebben nem jártak, és vannak, akik évente rendszeresen járnak, azok csak mondjuk a Facebookról, plakátokról és egyéb értesítésekről tudták meg ezt a szűrést. Az önkormányzatnak nagyon köszönjük, mert tényleg mindent megtettek azért, hogy a lakosság értesüljön róla, és ennek köszönhető ez a nagy szám, mert nem minden évben szoktak ilyen sokan jönni. Én remélem, hogy ezt a vizsgálati számot jövőre is el fogjuk kérni, vagy még fokozhatóvá válik. A nőgyógyász azt mondja, az éves vizsgálatok mellett a nők sokat tehetnek azzal, ha beadatják maguknak a HPV elleni oltást, amely azon vírusokkal szemben nyújt védelmet, amik a legtöbb esetben méhnyakrákhoz vezethetnek. Amit mi végzünk, az a betegségek megelőzésére szolgál. A méhnyakrák az egy abszolút megelőzhető betegség, védőoltással tudják legjobban megelőzni, de ezt csak kislányok kaphatják még egyelőre Magyarországon. Ez is egy nagy szó, hogy ez már egy olyan betegség, mert ismerjük az okát, tehát meg tudjuk előzni. De minden nőnek lehetősége van arra, hogyha rendszeresen eljön, akkor nem fogja ezt a betegséget elkapni, mert nagyon korán fel tudjuk fedezni a betegséget, vannak nagyon korai jelei, és ezeket, hogyha itt megtaláljuk a citológiában, akkor azonnal intézkedünk, kisebb műtéttel meg tudjuk gyógyítani a beteget, de legjobb lenne minden kislányt beoltani, és mindenkinek eljön évente, akkor ezt a szomorú tényt, hogy még mindig 500-an meghalnak ebbe a betegségbe, elkerülhető lenne, és talán ez lenne a megoldás, de ehhez még azt hiszem egy párat aludnunk kell, mert az utóbbi 40 évben ezt nem tudtuk még megoldani. Azért nehéz, mert ha panaszos valaki, akkor már szinte a stádium már odébb van, tehát nem korai a felfedezés. Tehát az első 5-6 évben semmi jele nincs. Csak megelőzéssel lehet, és csak szűréssel lehet felfedezni a betegséget. Óvaintünk mindenkit arra, hogy nem, tehát elhalogatja a dolgot, nem jön el, nincs semmi panasza, ez nem jelenti azt, hogy a betegség nem lappang benne. Tehát csak nőgyógyászati, citológiai vizsgálattal lehet felfedezni a korai stádiumokat, és anélkül nincs esélye senkinek arra, hogy megmeneküljön a betegségtől. Ezt a betegséget egy vírus okozza, a HPV vírus, és a HPV vírus általában nemi úton terjed, de ez nem biztos, hogy csak így van. A mostani kutatások azt igazolják, hogy más módon is el lehet kapni. Ezért, amit ön kérdez, arra az a válaszom, hogy a nem élet megkezdése után, tehát de ez már ugye kitolódik, tehát aki már 15-16 évesen nem életet él, annak már kell jönni rákszűrésre, ha nincs beoltva, akkor meg pláne. Ha be van oltva, akkor kisebb az esély, hogy azokat a nagyon markáns vírusokat, amelyek a legtöbb betegséget nem fogja elkapni, mert a védőoltást megvédi, de van pár vírus, amire a védőoltást sem véd, nagyon ritkák ugyan, de ezért nagyon fontos, hogy a védőoltás mellett is évente rákszűrésre jöjjönnek el a fiatal lányok is, és asszonyok, akik nem életet élnek, főleg idősebb korosztályban már ritkább a betegség, de ők meg azért jönnek, mert más betegségeket is vizsgálják, nem csak a méhnyakrákot, itt a méh
különböző más betegségeire, a petefészek állapotára is fényderül, tehát mindenkinek ajánlott. Hazánkban az emlőrák után a méhnyakrák a leggyakoribb daganat típus, amely halálos szövődményekkel is járhat. A betegség akár 10-15 évig is tünetmentesen lehet jelen a szervezetünkben.